Két tematika köré épült az idei második nyíregyházi ifjúság konferencia. Egyrészt az ifjúságot érintő problémákra kerestek megoldást, valamint a fiatalokkal foglalkozó helyi szervezetek programjait mutatták be a résztvevő előadók. Évek óta küzdünk a fiatalok elvándorlása ellen. Ez azt jelenti, hogy azért az itt jelenlévő szervezetek, és most a piaci szervezeteket is meg lehetne említeni, nyilván az a céljuk, hogy a nyíregyházi fiatalok, ha nem is itt tanulnak, de hazajöjjenek Nyíregyházára, és itt próbáljanak elhelyezkedni, kapcsolatokat kiépíteni és letelepedni. Nyilván az ifjúsági kerekasztal és a kábítószerügyi egyeztető fórum munkája is nagyon szorosan összefügg, és a problémák között akkor meg kell említeni a szórakozási lehetőségeket, a szórakozó helyek veszélyeit, a kábítószerfogyasztást. Az Európai Unió drogügynökségének adatai alapján Magyarországon továbbra is a kannabisz a leggyakrabban használt kábítószer. Fogyasztása leginkább a 18-34 éves fiatalok körében összpontosul. A magyar középiskolások esetében az alkalomszerű, de nagy mennyiségű alkoholfogyasztás gyakorisága pedig magasabb volt a 30 másik vizsgált ország átlagánál. Csepeli György digitális család című előadásában kiemelte, az internet használat, az új technológia minden család életét felforgatja azzal, hogy behatol az intim szférákba. A hagyományos viszonyok radikális módon alakulnak át. Ma már a gyerekkel ugye nem élőszoban beszélgetünk, hanem cseten beszélgetünk, jó lehet ott van mellettünk. A másik, hogy gyakorlatilag nincsen titkunk, se egymás előtt nincs, se a társam előtt nincsen, és hogyha ezekre a veszélyekre nem figyelmeztetjük a gyerekeinket, és nem figyelmeztetjük saját magunkat, akkor annak a következménye a válás, a család felbomlása, helyreállíthatatlan konfliktusoknak a kirobbanása. Nyíregyházán ebben az évben jött létre egy ifjúsági alap. Ez a fiataloknak nyújthat évi maximum 1 millió forintos támogatást. Ebből az összegből olyan terveket valósíthatnak meg, amelyek iskolájukat vagy saját környezetüket érintik, közölte a város alpolgármestere. Úrik Attila hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat célja, hogy fiatalosabbá tegyék a várost. Ez a pályázat lehetőséget biztosít, hogy ebbe a folyamatba beleszóljanak az érintettek is. Lényegében bármi, ami az ifjúsággal és helyi nyíregyházi programokkal összefügg, a kérés az az nyilvánvalóan, hogy mivel azért az emberkék nagy része még kiskorú, hogy legyen olyan partnerszervezet vagy civil szervezet mögöttük vagy mellettük, aki ezeket a pályázatokat hivatalosan be tudja nyújtani az önkormányzathoz. Az egyik szervező egyesület, a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2015 óta működik. Egyik fontos feladata a fiatalok motiválása. Működésük eredményességét jelzi, hogy már 32 tagszervezettel rendelkeznek, amelyek az ifjúság ügyeiért tevékenykednek helyi szinten.